A következő beszélgető partneremet szerintem leginkább a férje tudná legjobban felkonferálni. Úgyhogy most én a férjét konferálnám fel. Excalibur díjas ügyfelemet, Markovics Béla urat, aki ugye a MAPEI-hez mint értékesítő került. Aztán valahogy ő lett az ügyvezető, és egy olyan világszenzációt csinált, hogy az összes lányvállalat közül a legsikeresebbé tette a magyar MAPEI-t. Sok éven keresztül az egész cégcsoportot majdnem mindent tartották el, és a legszebb az az, hogy imádom, hogyha reggel felhív. Tudod, ez a szia Tamás, képzeld el, nagy bajban vagyunk. Igen, Béla, 5%-kal a terv alatt vagyunk. Mondom, egy olyan iparágban, ami 65%-kal megy lefele idén, más ennek örülne. Nem érted, ez az 5% ez szörnyű probléma. És arra gondoltam, Tamás, hogy az értékesítő és vezetői kommunikációs tréningedet megvenném az egész csapatnak. Mit gondolsz, ez jó ötlet? Olyan korán volt reggel, hogy erre nem tudtam mit mondani. Persze úgyis azt szokott mondani, hogy jó ötlet. Úgyhogy akkor meg is egyeztünk, küld a számlát. Jó, oké. Hétfő reggel ilyen zavaró telefonokat kapni. Úgyhogy fogadjátok nagy szeretettel Markovics Béla urat, aki fel fogja konferálni a feleségét. Köszönöm szépen! Sziasztok, hogy vagytok? A felese igaz? Na, csak úgy mondom, de megvettem, az is igaz. Na, véletlenül vagyok itt, egyébként most egy tárgyaláson kéne lennem. Ott is vagyok. És azért jöttem el, mert közben megtudtam már tegnap előtt, mikor vagy a kedves feleségem itt fog beszélgetni Tamással, és elmondja azt, amit még én sem tudok róla. Hát akkor csak eljövök, nem? Úgyhogy, na hát, hogy én konferáljam a kedves feleségemet. Jó, és Tamás, én mikor leszek? Június első szerdáján. És június első szerdán is itt leszek, mert miért vagyok itt? Hát meghívtalak, hogy veled is beszélgetek. Velem is akarsz beszélgetni. Csak először leteszted az asszony, ez a 64. kaszanapon. Lehet, hogy az a Lurdiba lesz. Jó. Hát Kati, nem mondta, annyira hány van itt, hogy nem mondhatok ilyet, de nekem a világ leggyönyörűbb, legkedvesebb, legaranyosabb és legokosabb hölgye, akit imádok. Hajszitek, ha nem. Annyira imádom, hogy minden reggel írok neki egy SMS-t. És abban azt írom le, hogy őt miért szeretem, ki jön nekem, mi jön nekem, és egyébként amikor a szerencsém van, kevés férfinek vagy olyan szerencséje, hogy a felesége, akit egyébként soha nem hívok a feleségemnek, ezért mindig kiskapok barátok. Miért nem feleségem? Mert az nem szép szó nekem annyira. Hogy nekem ő a kedvesem, a szerelmem, a beszélgetőpartnerem, a kócsom, az ágyasom, és mindenki, aki csak lehet az életemben. Úgyhogy ő lesz az, akit nektek most elmond egy-két dolgot. Szerintem arról ugye üzletről lesz, ugye? Hát majd meglátod. Remélem. Voltunk egy beszélgetéssel, Katival, képzeltek el az bizalmi kör? Nem is tudom, hol volt az. Mindegy. És rólunk kellett beszélgetnünk nekünk, és kérdezte a moderátor srác, hogy mit kérdezett, van titok? Mondom, nincs. Később megbántam, mert volt, de azt is elmondtuk. A lényeg az, hogy Kati az, aki belevágott egy nagy bizniszbe, és fantasztikus dolgokat művel, és egy baja van a kedves feleségemnek, hogy amikor én tanácsadok neki, akkor az nem tetszik neki. De mondja, és igaza van, azt mondta, figyelj, mögöttem nincs hadsereg. A mögöttem van, ez igaz, mert 250-en vagyunk. De ezzel együtt nagyon sok mindent rettentő jól csinál, és rohadt jó érzéke van egy dologhoz, amikor ránézek, hazamegyek, ránézek, ő rám néz, és azt mondja, hogy na, mi a baj? Én nem mondom el soha senkinek, hogy valami bajom van. Nem is mutatom, de azért vannak bajom nekem is. És ő, ahogy rám néz, mindenen keresztül lát, és látja, hogy mi van velem. És természetesen, mint mondtam, tényleg a kócsom, mert elkezdünk beszélgetni, ő kérdez. Én válaszolok, és utána rájövök 5 percben, hogy semmi bajom nincsen. Tökéletesen jól vagyok, és minden oké, és mindent megoldunk. Úgyhogy én nagyon sok szeretettel köszöntöm Kassa Tamás nevében is, kedves feleségemet, Dauner Katalint, aki a Bonatti fehérnemű itthoni Magyarország képviselője. Fogjátok, hogy sok szeretettel, és remélem elmond minden titkot, amit csak tudni kell, nem a házas életünkről. Köszönöm szépen.
Köszönöm. Én is szeretettel köszöntök mindenkit, és nagyon köszönöm a kedves felkonferálást. Köszönjük ezt a felvezetést. Szia, Kati, üdvözöllek. Szia, Tamás. Hát akkor mutatkozz be te is. Hát nincs könnyű dolgom, látjátok. Sziasztok, Dauner Kati vagyok. Elsősorban anya, feleség és a Bonatti Fehér nemű tulajdonosa, kizárólagos képviselője Magyarországon. És hát Markovics Béla felesége, mint ahogy látjátok. Te a MAPA-nek a gazdasági vezetője voltál. Így van. Gondolom nem minimál bére bejelentve. Nem. És hogy egy ilyen állást, ugye ölni tudnának érte, ezt hívják nyugdíjas állásnak, hogy egy ilyet miért hagyott az ember, és miért kezd el vállalkozni? Igen, hát emögött van egy esemény, ugye ahogy mondtam, hogy én elsősorban anyának, családanyának, illetve hát feleségnek gondolom magam. Tehát azért mondom ezt el, hogy egyáltalán a gondolkodásomat megértsd ezzel kapcsolatban, mert én amikor a gazdasági vezetői posztba visszamentem két gyerek szülés után, akkor eléggé megváltozott az életünk. Mert ugye addig, ameddig Béla felesége voltam és egy gyerek volt, addig működött ez a család rendesen. De aztán utána, amikor született a másik két gyerek, akkor az, hogy ő ugye első számú vezető, én egy felső vezető voltam, egyszerűen nem tudtam összeegyeztetni a családdal. És hát képzeld azt a helyzetet, hogy ülök a gazdasági irodába, magabiztosan, mint a cég gazdasági vezetője, és egyszer csak jön egy telefon az óvodából. Az óvonő hívott, hogy hát mit gondolok, hol van a középső fiam Milán. És hát azt hittem, hogy viccel, vagy egyáltalán nem is értettem, hát hol lenne, oda vittük reggel, természetesen biztos, hogy ott van. És hát mondta, hogy azért kérdezi, mert hogy a barátjával együtt megléptek az óvodából, 5 évesen, úgyhogy semmi helyismerettel nem rendelkezett, tehát a második kerületi óvodába járt, mi meg ugye Solymáron lakunk, ugye úgy, hogy a legtöbb szülő mindenhol autóval vittük őt. És hát nem tudom, hogy akinek gyereke van, biztos el tudja képzelni azt az érzést, hogy egyszerűen, tényleg nem tudtam, hogy jött a mozi előttem, hogy mi minden történhetett vele. Tehát az, hogy egy forgalmas úton kell keresztül mennie, nem ismer semmit, bárki elviszi, bármi baj történhet vele. Olyan sokba voltam, hogy igaz, hogy akkor még nem voltak okos telefonok, de mivel naponta hívtam Bélát, tehát a telefonszámát azt fejből tudtam, egyszerűen nem jutott az eszembe. Tehát ez tényleg egy pánik helyzet volt. Aztán valahogy kinyomoztam, hogy ő hol van, felhívtam, beszéltünk. Egyébként a második kerületi rendőrség, a security, mindenki a Milánt kereste. És hát hál' Istennek előkerült, a barátjához ment, elment meglátogatni Legót, mert hogy az kapott egy új Legót, úgyhogy egyedül vándorolt, és bújdokolt az autók mögött, hogy nehogy valaki észrevegye őt, meg Artézik úton locsolta magát, mert eléggé kimelegedett, és hát nagy szerencsére otthon volt az anyuka, éppen elmenőben volt, de szerencsére otthon volt, és akkor egy ilyen olyan csöngésen nyitott ajtót, amit tudod, így nem hagynak addig abba, ami ki nem nyílik az ajtó, és hát végül is meglett Milán. De ez az esemény, ez engem nagyon-nagyon elgondolkodtatott, hogy hogyan tovább. Tehát én ott hoztam egy döntést, és Béla elé álltam, és mondtam, hogy ez biztos, hogy így nem mehet tovább. Tehát az, hogy mi mind a ketten el vagyunk foglalva a pénzhajszával, a munkával, és a gyerekek, azok meg hiába volt babysitterünk, volt a nagymama, aki segített, a háztartásban volt, aki segített, de az mégsem mi voltunk. És Milán abszolút leadta azt a drótot, hogy ő nem azért jött a világra, hogy mi ezzel legyünk elfoglalva. És akkor végül is megszületett a döntés. Én mondtam neki ezt szeptemberben, hogy decemberig viszem a gazdasági vezetői teendőket, addig keresünk valakit, és akkor én egy jó néhány évre így otthon maradtam.
úgy, hogy akkor volt arra idő, hogy egyrészt így a mögé álljak, tehát ugye neki is rengeteg programja volt, ő akkor még extra ligába sportolt, tehát jelentősen elvett az idejéből az is, és hát ugye gyerekekkel tudtunk így foglalkozni, tehát én hordtam őket különböző foglalkozásokra, hát valahogy megnyugodott a család, és akkor annyi volt még, hogy azért az én tanulási igényeimet is kielégítsük, így jártam, egyrészt elkezdtem hálózatokat építeni, különböző hálózatokat, és jártam különböző képzésekre, tehát így tudtam úgymond ezt az időszakot áthidalni. Van egy olyan kérdésem, ami egy érdekes kérdés lesz, mert ugye a Béla nagyon nagy marketinget csinál, nem csak a MAPEJ-nek, hanem saját magának is, ugye napi kétszer élőzik, tehát van ideje rá, még egy, nem tudom most hol van az árbevétel tavaly, de 30-nál elvesztettem a számolást, tehát hogy valaki 30 milliárd forint mellett még kétszer bejelentkezik naponta élőbe, tudod, nagyon sok konferencián ott van, tehát ismert, tehát hogy lehet kibírni azt, hogy Markovics Béla felesége vagy? Hó. Hát nekem ez nagyon pozitív dolog, mert én ezt másik oldalról nézem, tehát Markovics Béla felesége én vagyok, én lehetek az ő felesége, és én ezért nagyon hálás vagyok neki is, meg a sorsnak is, hiszen ő engem emel. Csináltál velem egy értékesítési és vezetői kommunikációs tréninget, ami ugye egy 3 napos tréning reggel 9-től este 10-ig, az mit adott neked, vagy miről a véleményed? Ez a Jedi. Igen. Igen. Az ügyfelek hívhatják így. Úgy hívunk, Lukasz, hogy Jedi. Lukasz, ő meg levétel. Igen. Itt van egy hölgy, László Magdi, akivel együtt voltunk ezen a képzésen. Igen, szerintem. Szerintem ő se, én se soha nem fogjuk elfelejteni. Tehát egyrészt adott egy olyan erőt, hogy az a szándék, amit úgy hívunk, hogy szándék, hogy tudom, hogy ha van valami, amit én el akarok érni, akkor én mindenféleképpen azt kommunikációval el fogom tudni érni. Mert amikor eljöttem a Jedi képzésről, emlékszem, hogy egyrészt a hallásom, a látásom valahogy kinyílt, tehát hogy tényleg ez olyan fura dolog, de így történt, hogy sokkal jobban hallottam, sokkal jobban láttam dolgokat, jobb lett a megfigyelő képességem, de ami a legnagyobb dolog, hogy az anyukám egy rettenetes kritikus ember, és ez így végigkísérte az életemet. És hazamentem, és valamit megint így elkezdett így kritizálni, amitől egyébként másik esetben így ment föl a pumpám, és egyből visszavágtam, és egyből hadakoztam vele, de a Jedi után leültem az asztalhoz, elkezdtem vele beszélgetni, és a végén gyakorlatilag teljesen megfordítottuk a beszélgetésnek a lényegét, vagy hát nem ez a kritika lett, hanem igen, igazad van, hogy tényleg ezzel nem is gondolkodtam. Tehát ettől nagyobb dolgot, hogy az anyut meg tudtam így fordítani, hát nem tudom, hogy ettől kell. Tehát az én életemben legalábbis ez egy nagyon nagy eredmény volt. Gratulálok. Köszönöm neked. Igen, akartam mondani. Selfie, meg picture time. Erre csinál, arra csinál. Először szelfizni? Persze, az első. A normális kép, az első a szelfe normális, a többi az nem számít, ne? Nem vagy, meg ki lehet ugye. Köszönöm szépen. Akkor a fotós is. Ja, akkor. Te is kell. Egy dolgot hadd mondjak. De kell, mert felveszünk. Ja, felveszem. De csak, hogy a drágám milyen ügyes volt a Jedi után. Hogy ezt szerényen nem mondtad el. Van egy fiunk, mondta, hogy van egy lányom, egy fiunk, meg a Katinak a nagyfia, és a Milán fiunk az egy brutális gyerek, az egy akaratos, nem csinál meg semmit, amit készül, és a többi, és a többi. Nem tudom, van itt szülő, aki tapasztalt ilyen gyerekeknél. Hát nálunk van ilyen. Volt, és a Milán volt, amikor visszajött a Kati a Jediről, 12 éves lehetett körülbelül, és na Kati elkezdte használni. Milánka feladata volt a szemét kivitel.
Milánka ült a kanapén, és játszott valamit, és Kati mondta neki, hogy Milánka, vidd ki a szemetet. Ugye tudjátok, a Jedinak az egyik lényeg, hogy megőrözni a saját teredet, és a saját jó létedet, jó érzéseidet, és nem kiabán üvölteni, tépni a haját, és a többi. És Kati mondta, Milánka, vidd ki a szemetet. Én meg kíváncsi hallgattam, hogy mi lesz ebből, mert ugye előtte talán három ilyen mondás után már azt mondta, hogy vidd már ki azt a rohadt szemetet, légy szíves, tőlem is, nem Katitól. Kati mondja, Milánka, vidd ki a szemetet. Semmi válasz. Milánka, vidd ki a szemetet. Semmi válasz. Milánka, vidd ki a szemetet. Anya, most játszom. Oké. Milánka, vidd ki a szemetet. Most nem érted, hogy játszom? Oké, értem, játszom. Vidd ki a szemetet. Kati játszott eddig. 20. után Milánka fölállt, oda ment a szemeteshez, kivitt a szemetet. Ha brutál, nem? Hogy működik? Na, így működik a Jedi, úgyhogy menjetek el mindenképpen, jó? És, köszönöm. Nem ez volt? És akkor találkozunk június... Meg nem mondom, negyedikra. Első szerda. Június első szerda, ugye? Igen. Jó, akkor találkozunk, hogyha akartok, gyertek el, persze, jó? Na, szevasztok, jó szórakozást, köszönöm. Köszönjük, sziasztok. Együttműködő partnerünk a kaszanap.hu. A műsor együttműködő partnere a kaszatamás.hu. Az értékesítők barátja. Lezárási specialista. Hogy játék legyen az értékesítés. Ne szenvedél!